Hát, hogy demonstráljam, hogy hangfelvétel készül minden hozzászólásról, előadásról, ez azért van, hogy utána könnyebb legyen majd visszaadni, hogy mi is hangzott el a kiadványkötetben. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szalai Sándor vagyok, én fogom ezt a rendkívül extra és szerencsésen összeállított szekciót vezetni. Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a 9-es szám az bizonyos mitológiákban a legnagyobb hatalmú uraknak a jellemzője. Kínában, a tiltott városban kizárólag a császár palotáján lehetett 9 arany oroszlán és senki másén. Innen lehetett tudni, hogy ő hol lakhat, vagy lakott. Ezt csak azért mondom, mert ne zavarjon senkit, hogy hányan vannak itt, menet közben szabadon lehet jönni-menni. Már úgy nem, hogy kimegy, bejön, hanem hogyha át akar menni máshová. A szekcióról egy kicsit annyit, hogy már a címe is érdekes, nem ezért, hanem megpróbáltunk egy olyan ívet felrajzolni a szekció történetében, vagy a szekció összességében, amelyik olyan problémákat vet föl az iskolákkal kapcsolatban, amelyek élőek. Ezek valamilyen módon összekapcsolhatók, a kapcsolat egyrészt a szekció keretei adják, másrészt meg, hogy mindegyikben van valami digitális dolog. Nem mertük, nem akartuk, hogy ezt egyértelműen a digitalizáció irányába vinni, mert attól, hogy valamiben használunk egy digitális eszközt, egyáltalán nem biztos, hogy ez digitális valami, hiszen helyette néha mást is lehetne használni. De a dolog lényege az, hogy összehoztunk egy olyan szekciót, amely elindul az aktív élettől, és eljut odáig, hogy az iskolában bizonyos problémák megoldásában mi mindenre kell majd odafigyelni. Amíg ezt az ívet befutjuk, addig lesz egy szünet. Tessék bátran bejönni, mert az ajtó nyitva van, de én elég ijesztő vagyok. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, az első előadónk kivetített diáján látszik az előadás címe, és szeretném megkérni Mónikát, hogy mondja el, hogy mit is takar ez az aktív iskolai védjegyrendszer. Ja igen, míg ő kijön, és én odébb állok, a rendelkezésre álló idő úgy van kiszámítva, hogy beszél ő, és vissza lehet kérdezni valamikor a vége felé, vagy akár beszélgethetünk is a vége felé. A következő előadó is itt ül, tehát rugalmasan tudjuk kezelni a határidőt, de a 3-4 óra az rendelkezésre áll mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm az érdeklődőket. Köszönöm a felvezetést. Az aktív iskola védjegyrendszerről fogok beszélni, ami a Magyar Diásport Szövetség új iskolai komplex mozgásösztönző programja, és most már több mint 300 iskolában indítottuk el ebben a tanévben. Ebben a tanévben publikáltuk, és szeretnénk bővíteni az iskolaszámokat, akikkel együttműködünk ebben a programban. Amikor ezt a programot kialakítottuk, volt egy víziunk, egy olyan hely, ahol a gyerekek szívesen mozognak, ahol nagyon könnyen aktivitásra bírhatóak, számos mozgás lehetőség áll rendelkezésükre ezen a helyen, és ahol az egészség, tudatosság már nagyon korai gyermekkorban kialakul, és így boldog, egészséges felnőttek lesznek. Ha én a saját gyerekeimre gondolok, akkor mindenképpen szeretném, hogyha ilyen boldog, fit felnőttek lennének majd az öreg korukban, az idősebb éveikben, és még nagyon sokáig tudnák élvezni az életet, és valóban minőségi életet tudnának élni az életük végén. No de, felmerül a kérdés, hogy mindez lehetséges-e, hogyha olyan tudományos adatokat látnak napvilágot manapság, hogy ez az iskoláskorú generáció az első, akiknek a születéskor várható élettartama kevesebb, mint a szüleiké. Amikor azt látjuk, hogy az egészségügyi világszervezet ajánlása az átlagosan napi mérsékelt erőteljes intenzitású 60 perc testmozgás, és az iskolás korúaknak csupán a 80%-a, aki eléri ezt a minimum ajánlott szintet. Mindeközben a túlsúly és az elhízás Magyarországon és nemzetközi szinten is hatalmas méreteket ölt, és hazánkban majdnem minden harmadik gyermek túlsúlyos vagy elhízott. A NetFit adatok alapján azt látjuk, hogy a gyerekeknek a fittségi állapota sem megfelelő. A kardiovaszkuláris fittségük talán, ami a leg
kritikusabb terület. 5. évfolyamtól kezdve a középiskola befejezéséig drasztikusan csökken a gyerekeknek az állóképessége. Ami azt jelenti, hogy 5. évfolyamon még a gyerekeknek a 61%-a éri el az egészséghez szükséges minimum fittségi értéket, míg befejezik a középiskolát és elmennek a felsőoktatásba, már 3 gyerekből 2-nek fejlesztésre szorul ez a fittségi terület, ugyanis nagyon magas az egészségügyi kockázat a gyenge fittségi állapot miatt. És hát a helyzet meg a körülmény nem segített az elmúlt években minket, ugyanis a Covid világjárvány egy világszerte hatalmas inaktivitási krízist okozott, ami a gyerekek nyilván aktivitási szintén is fittségi állapotán még máig is meglátszik. Felmerül a kérdés, hogy lehetséges ez a vágyott vízió, ez a vágyott kép a felnőtt egészséges boldog felnőtt kor, ha a tanulók az iskolában töltött idejüket teljesen inaktívan töltik, és hogyha megnézzük az iskolás korúaknál, főleg az alsó tagozatban, kiszámoljuk, akkor az ébrenlétüknek körülbelül 70%-át az iskolában töltik. És sajnos pont nagyon gyakran az iskolarendszer az, ami nem támogatja a gyerekeket kellő módon, hogy elég aktívak legyenek. Mi a Magyar Diásport Szövetségben évek óta, több mint 30 éve, de az elmúlt 10 évben még fókuszáltabban dolgozunk azon, hogy minél aktívabbak legyenek a felnövekvő generáció, és ezt az inaktivitási krízist, ezt minél inkább megtörjük. Legyen szó a Diákolimpiáról, ami több mint 30 éves múltra tekint vissza, és több mint 150 000 tanulót érünk el vele évről évre. Legyen szó akár az Európai Diásport Napjáról, ami több mint 40 országban vezettünk be, több mint 2 millió gyerek elérésével valósítják meg ezt a sportnapot. Ez is a Magyar Diásport Szövetség nagy sikerű kezdeményezése volt, és egyébként hivatalos témanappá is avanzsálódott időközben Magyar Diásport Napja. Legyen szó a NetFitről, amit 2013-ban dolgoztunk ki, egészségközpontú fittségmérési rendszer, 5. évfolyamtól kötelezően mérik a gyerekeknek a egészségközpontú fittségi állapotát, és ezzel lehetőségük van több mint 700 000 gyereknek a fittségi állapotát évről évre nyomon követni, és ezeket a tendenciákat folyamatosan meghatározni, hogy miként változik. Amikor a mindennapos testnevelést bevezették, ezzel párhuzamosan egy nagyon intenzív kutatófejlesztési tevékenységet is végeztünk, és a szakértő kollégáim rengeteg segédanyagot, ötlettárat dolgozott ki arra vonatkozólag a pedagógusoknak, hogy a mindennapos testnevelést minél élményszerűbben, minél játékközpontúbban tudják megoldani a mindennapokban, és tulajdonképpen ami nagyon fontos, hogy bármilyen fejlesztésről is beszélünk, és bármilyen innovatív programról, a legfontosabb az, hogy minél több gyereket elérjünk, és akkor lesz csak hatékony, hogyha valóban hatékonyan tudjuk ezt implementálni az iskolába, ahol valójában a legtöbb gyerek elérhető. És hisszük, hogy az elmúlt években megtaláltuk ennek a legmegfelelőbb útját, az összes elmúlt 10 éves fejlesztéseinket az aktív iskola program keretébe helyeztük, és most bevezettük az iskolákba, ahol valóban a teljes populációt el tudjuk érni, iskoláskorú populációt. A célunk ezzel az iskolai mozgásösztönző programmal egyértelműen az, hogy megállítsuk azokat a negatív folyamatokat, amiket látunk. Ez egy komplex mozgásösztönző program, aminek a lényege, hogy támogassa, segítse az iskolákat, hogy egy minél mozgásgazdagabb iskolai környezetet alakítsunk ki, és minél inkább aktívabbak legyenek a gyerekek az iskolákban, és az teljes iskolai közösség egy támogató attitűdöt teremtsen ennek. Ami nagyon fontos és nagyon jó, hogy a mozgással nem csak a fittségi állapot, az aktivitási szint fejleszthető, hanem számos kutatás mutatja azt is, hogy az aktív gyerekek sokkal jobban tanulnak. Azáltal, hogy akár csak egy 20 perces aktivitást végeznek, elmennek sétálni 20 percre, azzal is már az agyukat olyan aktivitási szintbe helyezik, amivel sokkal jobban tudnak fókuszálni, sokkal koncentráltabbak lesznek, és így a tanórákon is sokkal jobban tudnak teljesíteni. És hogyha csak a számokat nézzük, 3 éves ilyen intervenciós program során, ami ilyen mozgásalapú intervenciós program hasonló az aktív iskola programhoz, a hatását vizsgálták, és 20%-kal többen írtak például jeles dolgozatot matek vagy angol órán,
6%-kal emelkedett a kompetenciaméréseken elért eredménypontok. Nyilván a fizikai aktivitás mennyisége jelentősen javult, és amit talán a leginkább win-win szituáció, azt hiszem a hatások közül az az, hogy a tanulóknak a fegyelmezésre fordított ideje 21%-kal csökkent, hiszen a gyerekek sokkal jobban érzik magukat, az energiáik le vannak kötve, és ezáltal ezek a magatartási problémák is jelentős mértékben tudnak javulni. A Magyar Diásport Szövetségben a kollégáimmal ahhoz, hogy ezt a rendszert létrehozzuk, először is átnéztük a nemzetközi programokat és azokat a gyakorlatokat, területeket, amelyeket ők alkalmaznak a nemzetközi szinten, a nemzetközi aktíviskola koncepciót megvalósító programokban, és megnéztük, hogy mik azok, ami leginkább a magyar gyakorlatba átülthetőek. És létrehoztunk egy 60 szempontos szakmai szempontrendszert, szakmai javaslatrendszert, amit az iskoláknak a megvalósításra bocsátunk, és ezeket a szakmai szempontokat 5 célzott terület köré csoportosítottuk. Az egyik a minőségi diáksport, így nyilván a tanórán kívüli diáksport foglalkozások vannak a fókuszban. A másik a minőségi testnevelés, ahol nyilván a testnevelés óráknak az élményszerű megvalósítására fókuszálunk. Az egészséges életmódot támogató környezet ilyen nagyobb fókuszterület, partnerség és kommunikáció, illetve tanulói bevonódás. Nagyon röviden ezeket gyorsan be is mutatnám, hogy miről van szó. A minőségi diáksport dimenzióban nagyon fontos, hogy minél több mozgás lehetőséghez jussanak az iskolán belül, a testnevelés órán kívül, leginkább a délutáni foglalkozások keretében. Nagyon fókuszálunk arra, és ösztönözzük az iskolákat, hogy ezek a sportfoglalkozások, mozgás lehetőségek minden tanuló bevonását eredményezzék, ne csak azokat, akik egyébként már a sportban ügyesek, egyébként is szeretnek mozogni, hanem leginkább azokra fókuszáljanak, akik egyébként korábban nem csatlakoztak be ilyen foglalkozásokba. Nagyon fontos, hogy a játék és az élményközpontúság legyen ezeknek a foglalkozásoknak a fókuszában, és ehhez minden segédanyagot, módszertant át is adunk az iskoláknak. Nagyon fontos a multisport szemlélet, és egyébként ezek a sportfesztiválok, amikről itt képek láthatóak is, nagyon alkalmas módszertant biztosítanak, hogy mindezek a célok, ezek könnyen megvalósuljanak. Ezek ilyen zenére, több állomáson keresztül zenére történő mozgás, zenére történő esemény, és nagyon-nagyon motiváló mozgásélmény biztosít a gyerekeknek, azoknak is, akik egyébként nem szeretnek mozogni. Ha az iskolai mozgásról beszélünk, azt hiszem az alfája meg az omegája a teljes rendszernek a testnevelés óra, itt dől el minden, hogyha a testnevelés órát nem szeretik a tanulók, akkor valószínűleg nem fogják megszeretni a mozgást, úgyhogy nagyon fontos, hogy a testnevelés órák azok minél élményközpontúbban, minél játékközpontúbban valósuljanak meg, és a versenyszemlélet ezt minél inkább a háttérbe szoruljon, hiszen a testnevelésnek a lényege, hogy minél több gyerek egészséges legyen és szeressen mozogni. Ezért a NetFit adatokat is egyébként próbáljuk minél inkább a fókuszba helyezni, hogy erre épülten a fitségfejlesztési folyamatot minél hatékonyabban valósítsák meg a pedagógusok. Ösztönözzük őket, hogy pozitív tanulási motivációs környezetet teremtsenek, innovatív módszereket alkalmazzanak, vigyenek be új sportágakat, és egyszerűen csak igazodjanak a gyerekek igényeihez, és egy kicsit távolodjanak el a korábbi hagyományos testnevelés módszertantól, ami esetleg nem volt a gyerekek számára motiváló. Ezen a területen belül fókuszálunk arra is, hogy a pedagógusoknak, a testnevelés tanító pedagógusoknak a szakmai továbbfejlesztése mindig inkább megvalósuljon, ezért számos workshopot, képzést is kínálunk az aktív iskola pedagógusoknak a számára a dimenzión belül. Nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy önmagában az iskolai környezet fizikai valójában is nagyon-nagyon sokat tud hozzátenni, és indirekt módon tud hatni arra, hogy a gyerekek elkezdjenek mozogni, és minél aktívabbak legyenek. Akár a gyerekeknek az iskola szabályrendszerébe benyúlva legyen lehetősége a gyerekeknek legalább naponta 15 percig mozgásszünetet tartani, ahol kimennek a szabad levegőre, félig irányított mozgásfoglalkozások vannak, sportboxban ott vannak a sporteszközök elérhető módon, és ezáltal minden tanítási napon a tantárgyak között is legyen, a tanórák között is legyen lehetőség egy legalább 15 perces mozgásszünetre. Önmagában azok, hogy lépcsőfelfestések, lépcsőmatricák, falmatricákat helyezkednek el, ez is, ahogy mondtam, önmagában már mozgásra ösztönzi a gyerekeket, úgyhogy erre is kérjük az iskolákat, hogy minél inkább fejlődjenek ezen a területen.
És vannak kampányhetek is, majd mindjárt mutatok róla képeket. Itt csak néhány ötlet javaslat az iskoláknak, amely alapján ezt a dimenziót is tudják fejleszteni, és a szakmai szempontokat célzottan megvalósítani. Az egyik kampányhetünk például az aktív közlekedés hete, ez nem olyan rég ért véget, rengeteg jó gyakorlatot kaptunk az elmúlt hetekben a velünk dolgozó 300 iskolától. Volt, aki a rendőrséggel csinált együttműködés, szülői közösségekkel, útvonalakat építettek ki, nem építettek ki, hanem útvonalakat jelöltek ki, hogy a gyerekek milyen útvonalon tudnak eljutni az iskolába, és nyilván szülői segítséggel, bevonással, vagy pedagógus bevonásával aktív hogyan tudnak mindinkább közlekedni az iskolába. Volt olyan, aki technikaórán, rajzórán plakátokat készítettek, térképeket készítettek ezzel kapcsolatban, és hát önmagában ez a kezdeményezés azt gondolom nagyon-nagyon jól sikerült, kincsvadászatot játszottak, és ehhez is rengeteg ötletet, segédanyagot, és még workshopot is adtunk az iskoláknak, hogy hogyan lehet jól megvalósítani. Itt az egészséges életmódot támogató környezetben még arra is fókuszálunk, illetve szeretnénk, ha az iskolák mindinkább aktív tanulás módszereket alkalmaznának, a tantárgyak, nem a testnevelés órás tantárgyak tanítása között is. Ilyen aktív szünetek lehetnek az, hogy ilyen 3-5 perces megszakít, irányított fizikai aktivitás csinálnak, irányított mozgást csinálnak a tanteremben, amikor egy kicsit látják, hogy már lankad a figyelem, nem tudják, nem tudom felvenni az új tartalmakat, látja a tanár, akkor ilyen rövid mozgás szünetekkel fel tudja frissíteni a gyerekeknek a koncentráló képességét, és így sokkal könnyebben és jobban tudják az órát folytatni. De nem csak ilyen 3-5 perces megszakításokkal gondolunk, amikor aktív tanulási módszerekről beszélünk, hanem akár a mozgásos tartalmakon keresztül is tudják átadni az különböző oktatási tartalmakat, és erre is nagyon sok ötletet, segédanyagot biztosítunk a pedagógusoknak. Erre egyébként egy kampányhetet is időzítettünk a következő fél évre, úgyhogy erre vonatkozóan is majd várjuk a jó gyakorlatokat. És a digitális témáját ugye például ez is ebben a dimenzióban szerepel. Nagyon fontos, hogy az a sok-sok digitális eszközt, amit manapság használnak a gyerekek, azt próbálják az iskolai testnevelésben olyan mozgásra ösztönző módon használni. Lássák meg a tanulók, hogy akár ezek a digitális eszközök arra is jók lehetnek, hogy nyomon kövessék akár a napi aktivitásukat, és a mozgásra ösztönözzék őket. És erre is számos ötlettár áll rendelkezésre a pedagógusoknak, attól kezdődően, hogy akár olyan kis robotokat, amiket itt kint látunk a strandoknál, olyanokat használnak például bemelegítésnél, ami abszolút motiváló tud lenni a gyerekeknek, de számos kreatív ötlet születik az iskoláktól. A negyedik dimenzió a partnerség és kommunikáció. Ebben a dimenzióban arra fókuszálunk, hogy minél inkább az együttműködések alakuljanak ki, akár külső sportegyesületekkel, sportklubokkal, akár helyi civil szervezetekkel, önkormányzattal, ami azt építi, hogy a tanulóknak minél mozgásgazdagabb, minél több mozgás lehetősége legyen, akár infrastruktúrális szempontból is az iskoláknak, az iskolákban, és minél több mozgáshoz jussanak. De nem csak a külső együttműködő partnerekről van szó, és azoknak a meglétét erősítjük, együttműködés meglétét erősítjük, hanem az iskolai közösségen belüli kommunikációt és együttműködést is. Akár tantestületen belül, akár pedagógus tanulók között, de ami talán a legfontosabb, a szülőknek a bevonása ebbe a programba, ami egy sarkalatos rész, úgyhogy akár mozgás alapú családi napok szervezése, mozgás tematikai tantestületi értekezletek számos lehetőséget nyújt a program arra, hogy ennek a dimenziónak a hatékony megvalósítása mikor történhet. És ami még nagyon fontos, és még később még kitérek rá, az aktív iskolák közti ötletcsere, tapasztalatcsere is egy nagyon sarkalatos része és motorja ennek a programnak, ami a jövőben azt gondolom talán a legértékesebb része lesz. És az összes dimenzió talán egy kicsit átfogja a tanulói bevonódás dimenzió, ahol a lényeg, hogy a gyerekek saját maguk alkossanak egy kis önkéntes csoportot, és saját maguk vezessék ezeket az aktivitásokat, sportos foglalkozásokat, egészen a tervezéstől kezdve, szervezésen át, a koordinációig, kommunikációig.
Ez egy nagyon rögös út egyébként, ennek a tanulói csapatnak a megalakítása a pedagógusok részéről, ez energiát igényel, hiszen kell egy mentorpedagógus nyilván az elején hozzájuk, de aztán ők lesznek a legnagyobb segítsége a pedagógusoknak a program megvalósítása során, úgyhogy nagyon a visszajelzések alapján ez talán a legértékesebb része a tanulói önkéntes csapatnak a felállítása és annak a segítése, akár kreatív mozgásos események szervezésében, akár a mozgásos lehetőségek feltérképezésében, hiszen ők azok, akik a leginkább hatással tudnak lenni a tanuló társaikra. Nos, ez a rendszer, láthatták az elején, hogy ez egy védjegyrendszer maga a program, és nagyon fontos, hogy szeretni elismerni és visszajelezni az iskoláknak, hogy milyen a mozgásalapú iskolai egészségfejlesztési tevékenységük. És ehhez egy utat készítettünk arra vonatkozólag, hogy ugye megvannak ezek a szakmai javaslatok, szakmai szempontok, és ahogy ezeket a szempontokat megvalósítják az iskolák, folyamatosan pontokat gyűjtenek. Ahogy ezeket a pontokat gyűjtik, úgy tudnak feljebb lépni ebben a minősítési rendszerben, először klubtagok lesznek, aztán bronzszintű, ezüstszintű, majd aranyszintű iskolák, és ami nagyon fontos, hogy a pontgyűjtés során a tanévben gyűjtött pontokat folyamatosan be is tudják váltani a webshopba, és értékes ajándékokhoz juthat, akár sportszercsomagokra tudják beváltani, akár élményekre, tantestületi osztály kirándulásra, erről még később fogok egy kicsit beszélni. Így az első évben tehát, hogyha csatlakozik egy iskola ehhez a védjegyrendszerhez, van 15 viszonylag könnyen teljesíthető szempont, ami nagyon sokszor az iskolák jó gyakorlatában már benne van, és klubszintű iskolákká válnak, majd a pontgyűjtés során mindegyik dimenzióban elkezdi gyűjteni ezeket a pontokat, és egyébként dimenziónként kapnak is elismeréseket az iskolák. Akár ugye ezüst, bronz, arany elismerést. És hogyha mindegyik dimenzióban legalább az adott elismerési szintet megszerzik, akkor fog minősülni az iskola, tehát például, ha minden öt dimenzióban elérik az ezüst szintet, akkor lesz ebben a védjegyrendszerben ezüst szintű aktív iskola, ami azt jelenti, hogy újabb nyereményekhez, újabb motivációs elemekhez jutnak, és nyilván sokkal több pontot gyűjtöttek, ezáltal sokkal több pontot tudnak beváltani a webshopunkba. És itt látható az aktív iskola védjegyrendszernek a motivációs háttere, az összetett motivációs háttere, amivel tulajdonképpen a motorja ennek a programnak, hogy csatlakozzanak és minél előbbre jussanak és fejlődjenek az iskolák. Amikor csatlakoznak, még az első évben kapnak egy ilyen kommunikációs csomagot, akár hirdető táblát, plakátokat, offline-online módon is felhasználható kommunikációs elemeket, amivel meg tudják mutatni, hogy ők csatlakoztak ez a programhoz szülők felé, akár a pedagógusok felé, más iskolák felé, nagyon büszkék rá egyébként, hogy ők ezt a programot működtetik. Az első évben még nem sok mindent tudunk, vagy nem az, hogy nem sok mindent tudunk, nem sok mindent kell teljesíteni, és ezáltal ugye nem olyan sok pontot tudnak még gyűjteni, viszont a lemaradó iskoláknak, akik igazán hátrányos helyzetűek, akiknek nagyon rossz az eszközellátottságuk, őket már a tanév elején egy nagyobb sportszercsomag pakkot kapnak ahhoz, hogy a programban el tudjanak indulni, és tanév végén viszont megkapják a klubtagsághoz szükséges homlokzati táblát, vagy mutató homlokzati táblát, illetve a pontjaikat folyamatosan, ahogy gyűjtik, be tudják váltani, ahogy mondtam, a webshopba, tárgyi eszközre, sportruházatra, élményekre, eseményekre. Ezen túlmenően folyamatosan vannak pályázatok, amiket sorsolás útján, szponzoráció függ egyébként, hogy most sorsolás pályázat, de egyéb tárgyi nyereményekhez, akár infrastruktúrális fejlesztéshez juthat az iskola a program keretén belül, és a tanév végén, ha szintet lép, akkor nyilván az ehhez kapcsolódó kommunikációs elemeket is megkapja, valamint tervünk szerint minden tanév végén lesz egy nagyobb gála esemény, ahol a legjobban szereplő, legjobb teljesítmény nyújtó iskolák és pedagógusok még pluszban díjakkal, kitüntetésekkel elismerjük. Ahogy látható, egy elég komplex maga a program, és maga a szakmai háttere, és a struktúrája is ennek a programnak, viszont azt gondolom, ez a motivációs, és nagyon rugalmas arra vonatkozóan, hogy az iskola saját maga dönti el, hogy milyen fejlődési úton megy a tanév során. Maga dönti el, hogy mely szakmai szempontokat akarja megvalósítani. Ezáltal tudunk ugye az ő hátteréhez, ő meglévő jó gyakorlatai, és így tovább, akár kapacitásához igazodni. És azt gondolom, hogy
ez az összetett motivációs struktúra is ezt a célt szolgálja, hiszen az iskola saját maga dönti el, hogy az összegyűjtött pontjait azt mire akarja beváltani. Esetleg a programban résztvevő pedagógusokat jutalmazza, akár a gyerekeknek vesz belőle ajándékot, akár ruházatot, vagy pedig komplexen mondjuk az eszköz ellátottságát próbálja az iskolának egy kicsit feltornázni. Már második éve kipróbált informatikai rendszer segíti a programban az előrehaladást és a megvalósítást. Ebben az informatikai rendszerben láthatóak itt a csempéken az összes szakmai szempont dimenziónként, amit javaslunk az iskoláknak, a leírása, a célja, hogy hogyan szeretnénk, mit javaslunk a megvalósítás során, és itt vannak az összes segédanyag ötlettár, amit felhasználhatok a pedagógusok, célzottan az adott szempont megvalósítására. Tulajdonképpen ezeket a szempontokat itt tudják magukhoz rendelni, elkészíteni az éves tervüket, és folyamatosan látják az állapotot a tanév során, hogy a kitűzött céljaiknak hány százalékát teljesítették, és nyilván itt a pontbeváltást is ezen a felületen tudják elvégezni, folyamatosan emlékeztetőket küldenek a közelgő eseményekről, és így tovább. Jobb oldalon pedig látható az esemény naptár, amit ilyen nagyon nagyban az összes aktív iskolának eljutottunk, hogy nyomon tudják követni az általános közösség. Az összes iskolának szóló közösségi programot. Nos, hát a tavalyi tanévben 74 iskolával pilotoltuk ezt a programot. Nagyon-nagyon sok visszajelzést és konstruktív javaslatot kaptunk ettől a 74 iskolától. Már a 74 iskola esetében is nagyon priorizáltuk, illetve szem előtt tartottuk azt, hogy mindenfajta iskola vegyen részt ebben a pilot programban, még a tavalyi tanévben. Legyen kisiskola benne, legyen nagyvárosi, kisfalusi, hátrányos helyzetű, nagy létszámú iskola. Azért, hogy lefedjük a teljes palettát, és reprezentáljuk talán leginkább a sokaságot, hogy amikor majd bevezetjük és publikáljuk az országba, akkor ez minden iskolában megvalósítható legyen. És ezek alapján fejlesztettük a mai változatába a programot. Jelenleg 305 iskolával dolgozunk együtt szerte az országban, és szeretnénk évente bővíteni ezt a létszámot minél inkább. Amit biztosítunk az iskoláknak a megvalósítás során, az egyrészt nyilván a program terveknek a kidolgozása, támogatása. A kollégáim segítik az iskolákat meghatározni, hogy mik azok a már bevett gyakorlatok és szakmai szempontok, ami az iskola életében van, mi az, ami leginkább alkalmas arra, hogy ők továbbfejlődjenek, és nyilván ez együtt ki tudják tűzni ezeket a célokat. Megyei online konzultációkat tartunk az aktív iskolákkal, ahol megbeszélik a tapasztalatokat, megbeszélik, mik a közelgő események, hogyan tudják segíteni a megvalósulást. Folyamatosan hírleveleket, emlékeztetőket küldünk. Van egy ingyenes ügyfélszolgálat, ami informatikai probléma esetén az aktív iskolák rendelkezésére áll. És hát szakmai szempontból rengeteg, tényleg rengeteg szakmai anyag ötlettár van az informatikai rendszerben elérhető módon a különböző szempontok mellett, és emellett pedig még a képzések széles kínálatát kínáljuk az iskoláknak, tesszük elérhetővé az iskoláknak minden tanévben kb. 10 workshopot, ami célzottan ennek a programnak a megvalósítását segíti ötletekkel szakmailag és így tovább. Nagyon fontos, hogy az iskolai jó gyakorlatoknak a gyűjtésére nagy fókuszt helyezünk, és hogy ezt folyamatosan osszuk meg az iskolák között. Van egy Facebook csoportunk is, ami nagyon-nagyon aktív, folyamatosan jönnek a képek, videók, ötletek a pedagógusoktól, és egy nagyon inspiratív közeget teremt ezeknek a pedagógusoknak. Ezen kívül iskolai helyzetelemzési riportokat készítünk az iskoláknak, hogy nyomon tudják követni a változást, ami ezt a program eredményez az iskola életében, erről még majd mutatok diákat, és hát nyilván a kommunikációs segédletek is, amik rendelkezésre állnak. No, de hogyan biztosítja a Magyar Diásportszövetség ezt a sok-sok támogatást? Egyrészt ugye van az országos központ, van egy kisebb szakértői csapatunk, és egy nagyobb szakértői hálózatunk, akikkel az elmúlt 10 évben már dolgoztunk, és több mint 30 ezer pedagógus továbbképzését is elvégeztük. Van 7 regionális irodánk, és minden megyében van egy koordinátorunk, egy aktív iskola megyei koordinátor, aki kapcsolatban van a megyéhez tartozó iskolákkal, tehát minden aktív iskola pontosan tudja, hogy ki az, akihez közvetlenül fordulhat a terepen segítségért. És ők azok, akik a szakmai, operatív és eszköztámogatást biztosítják, mindig az adott iskola igényeihez igazodva.
ahogy mondtam, nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni arra, hogy a programnak a hatását, a hatékonyságát nyomon kövessük. Nyilván ez egy nagyon fontos dolog, mert mondhatunk bármit, mi nyilván elfogultak vagyunk a védjegyrendszerrel kapcsolatban, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de nagyon fontosak a számok, hogy ezeket visszamutassák. Egyrészt ugyan, ahogy mondtam, nagyon fókuszálunk arra, hogy az egészségközpontú fittségi állapot az minél inkább fejlődjön és jobb legyen, és nyilván nekünk nem nyilván, de a Magyar Diásport Szövetség abban a szerencsés helyzetben van, hogy ő működteti a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, tehát ezzel kapcsolatban folyamatosan adatot tudunk szolgálni, hogy az aktív iskolák ezen a téren hogyan tudnak fejlődni. Az iskolai teljesítményt a kompetenciamérések eredményéből, hiányzó órákból, iskolai lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulók arányából fogjuk tudni visszamutatni, és erről majd készítünk nyilván a teljes értékelési rendszerről évente országos riportot, és hát ami talán a legfontosabb, hogy ez egy dolog, hogy ezek az adatok mit mutatnak, meg mik a pedagógusok visszajelzési javaslatai, de ami a legfontosabb, hogy a tanulók mit éreznek ebből a programból, hogy a tanulók érzik-e, hogy ők azáltal, hogy aktív iskolába járnak, mi a megélésük ezzel kapcsolatban. Úgyhogy csináltunk egy tanulói kérdőívet, ami folyamatosan fizikai aktivitási szokás, nem folyamatosan, de évről évre a fizikai aktivitási szokásukra, attitűdükre választ fog adni, illetve a szubjektív iskolai jólétükre is. A cél tehát, hogy ezzel a kérdőívvel a programnak a hatékonyságát vizsgáljuk, és képet kapjunk a tanulóknak az attitűdjéről, szokásairól. Ezt az egyéni riport, nem egyéni, iskolai szintű riportot minden iskola megkapja egy ilyen előadás formájában, tehát a tantestületnek le is tudja vetíteni. Évvégén nagyon hálásak voltak egyébként az iskolák ezekért az adatokért. Pontosan látják ezután, hogy eddig mondjuk a bemeneti mérésnél a gyerekeknek a 70%-a ért el a WHO által ajánlott minimum mennyiséget, most pedig mondjuk már a 80, most csak mondtam valamit, de nagyon-nagyon jó adatokat, és azt gondolom, jó visszamutatást szolgál ez a tanulói kérdőív. 5. évfolyamtól felfelé egyébként a gyerekeknek legalább 80%-ával töltetjük ki, és akkor kapják meg ezeket a riportokat. Választ kapnak egyébként az iskolai testnevelés órák, sportfoglalkozásokra, hogy ők hogyan ítélik meg, hogyan látják a tanulók, mennyire élvezetes, mennyire motiváló számukra. Fittségfejlesztésről, netfitről kérdezünk esetükben, mert ez is egy nagyon fókuszált terület, és ami nagyon fontos, ahogy mondtam, a mentális egészségről és az iskolai szubjektív jólétről is az iskolában, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a program erre is nagyon nagy hatással tud lenni. És ahogy mondtam, nem csak az egészségi állapot, a fizikai, fittségi állapotot tudjuk ezzel a programmal, azt gondoljuk, nagyon nagy mértékben javítani, és mondjuk a túlsúly és elhízás előfordulási gyakoriságát csökkenteni, hanem, ahogy mondtam, a különböző lépéseken keresztül az iskolai teljesítmény is nagyon nagy mértékben tud javulni. Azáltal, hogy egy sokkal jobb iskolai, pozitívabb iskolai légkör lesz, sokkal jobb lesz a gyerekeknek a magatartása, reméljük, hogy alacsonyabb lesz az iskolai lemorzsolódási arány, ami talán egy feljebb, egy kiemelt szél Európai Uniós és politikai szinten is, hogy ez az arány ez minél alacsonyabb legyen. Nem utolsó sorban javul az iskoláknak a kommunikációja, és ami a Magyar Diásport Szövetség kifejezett stratégiai célja, hogy az iskolák számára egy kiemelt márkaértékké váljon a programban való részvétel. És jó legyen ehhez a büszkeség, legyen aktív iskolának lenni, és ez mindenfajta kommunikációs marketing csatornát, illetve segítséget meg is adunk az iskoláknak. És ami a távlati cél még, hogy a szülők számára idővel iskolaválasztási szempont legyen, hogy az adott intézmények milyen a testmozgással, egészséggel kapcsolatos tevékenységének a minősége. És hát ahhoz, hogy nyilván ezt lássák a szülők, hogy hol vannak az adott aktív iskolák, vagy a térségében az adott aktív iskolák, az aktiviskola.hu oldalon lehet tájékozódni, akár megyei, régiós szinten szűrni ezekre az iskolákra, és látható, hogy mikor csatlakozott a programhoz, dimenziónként, mi az a pontszám, ahol ott áll, dimenziónként milyen elismerést szerzett, és nyilván az, hogy milyen minősítésen áll ebben a védjegyrendszerben az adott iskola.
A Magyar Diáspora Szövetség a rendszernek a szakmai módszertani működtetője. A belügyminisztérium adja egyébként az induló támogatást. Ők nagyon mögé álltak ennek a programnak, és kormányzati elkötelezettséget, támogatást élvezzük. Ők adják az induló támogatást, viszont nagyon fontos, hogy minél több szponzort szeretnénk a jövőben felkeresni, megnyerni magunkra. Jelenleg a program küldetését, szellemiségét anyagi módon is leginkább a támogatja, illetve ők a stratégiai partnerünk a Richter Gedeon Kft., illetve a Hervis az, aki a sportbeszállítónk és a sporteszközöket biztosítja a programban résztvevő pedagógusok és iskolák számára. És hát nyilván a magas szakmai színvonalhoz különböző együttműködő szakmai szervezetek, mint például a Nemzeti Népegészség és Gyógyszerészeti Központ, a Dietetikusok Országos Szövetség, illetve a Magyar Elhízás Tudományi Társaság áll, akik biztosítják ezt a magas szakmai színvonalat. Ahogy mondtam, szeretnénk a jövőben ezt az iskola számot, ezt az iskolakört bővíteni. A következő tanévre, idénre már lezártuk a jelentkezést, hiszen ahogy mondtam, éves programtervben gondolkozunk, egy évbe előre gondolkozunk és terveztetjük úgymond az iskolákat, úgyhogy a következő tanévre lehet most már jelentkezni. Az aktiviskola.hu per kapcsolatmenüpont alatt ezek a mosolygós, bizalomgerjesztő kollégák fogják várni az érdeklődéseket, és ezeket felvezetik, és tavasszal pedig akkor az együttműködések ki is tudnak alakulni azra vonatkozóan, hogy akkor a következő év szeptemberében már ők is aktív iskola válás útján elindulhassanak. És hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már ennyi iskola van, ők az aktív iskolák, akik már velünk vannak, kékkel azok, akik a pilot iskolában részt vettek. És hát nem titó célunk, hogy mondtam, hogy egy támogató, innovatív, konstruktív, impulzív hálózatot építsünk az aktív iskolákból, ahol nagyon inspirálják egymást, egy inspiráló közeget, ahol a jó gyakorlatokat folyamatosan megosszák, és egymást támogatják a megvalósítás során, és folyamatosan haladnak előre. Nagyon büszkék vagyunk, hogy itt már több mint 300 iskola van velünk, és tulajdonképpen úttörőként mutatják az utat egy sokkal aktívabb, boldogabb felnövekvő generáció felé. És hát engedjék meg, hogy végezetül bemutassak egy nagyon rövid videót, ami azt gondolom tűpontosan megmutatja, hogy mi is ennek a kezdeményezésnek a lényege, és hogy miért is indítottuk útjára. A 74 iskola, az előző pilot év 74 iskolája egy-egy tanulója fogja ezt bemutatni. Remélem, hogy elindul a videó. Ugye egy pillanat. Most már... Szerintem már ez sem működik, tehát le van fagyva. Ez kell. Nem. Nem az a baj, szerintem semmi nem reagál. És hol van a YouTube? Az utolsó oldalon, le van ágyazva. Control or delete. Elnézést, amíg én itten szerencsétlenkedek. Van-e valakinek kérdése Mónikához? És kitakarom őt, de most már nem. Csak bátran. Ó, tessék, van kérdés. Tehát miután a program nem csak a testnevelés óráról szól, hanem a teljes iskolai
környezetet szeretnénk minél inkább mozgásgazdagabbá tenni, így nem csatlakozik nagyon-nagyon sok szakmai szempont az is a tornaterem meglétéhez. Úgyhogy én bátran azt gondolom, hogyha érdekeli önöket ez a program, akkor nyugodtan csatlakozzanak. Lehet, hogy az első évben, miután a minőségi testnevelés dimenzió esetleg még nem tud olyan szintre emelkedni, hogy szintet lépjenek, de az összes többi dimenzióban nagyon jót tudnak fejlődni, hát látódott a aktív közlekedés hete, akár az aktív tanulási módszerek bevitele, akár a folyosóknak, a minél mozgásra ösztönző környezetnek a megteremtése, ez mind-mind azt gondolom, hogy egy olyan beavatkozási pont lehet, ami nem a tornateremhez kötődik. És egyébként volt rá példa, tehát pilot iskolánkban is volt, hogy nem tudom, éppen leszakadt a plafon, valami történt a tornatermükben, és végig tudták vinni a programot az egész évben, és most is velünk vannak. Úgyhogy csak bátorítom, hogy nyugodtan jelentkezzenek. Igen? Gondolkozunk, és közben a feletteseimre nézek. Nem volt még rá példa, hogy határon túl, és hát ezt szeretném, hogyha ha érdekli önöket a program, akkor jelentkezzenek, és utána visszajelzünk, hogy akkor ezzel mehetünk együttműködésben tovább. Persze, van rá igény, akkor... Szívesen várunk mindenkit. Határon innen és határon túl. Na, akkor nézzük az elejéről. Belemész az elejére, légy szíves. Na, és akkor jöjjön a kis rövid üzenet, de jön onnan az elejétől. Na, csak egy kis emocionális szösszenet a végére. Köszönöm. Akik tervben, és nyilván is egészségesen, és akiknek a rendszeres mozgás úgy jelölt az élet része, mint a levegővétel. Örömmel csatlakoztam az aktív iskola programhoz, és ezekhez a gyerekekhez, akik 74 aktív iskolából osztották meg értékes gondolataikat. Ők a jövő. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsük őket egészséges felnőtté válni. Kedves tanárok, iskolai igazgatók, szülők, támogatók, és mindenki, aki tud tenni az ügy érdekében, fogjuk össze, hogy minél több gyerek járhasson aktív iskolába. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a figyelmet, és fogjunk össze, hogy minél több gyerek járhasson aktív iskolába. Én köszönöm az előadást, és van esetleg még egy utolsó kérdés. Ennyi időt spóroltunk. Ja igen, szórólapot. Szórólapoz, ha bárki szeretne, akkor szívesen adok. Sőt, ki is osztom, ha szeretnének. Nagyon szépen köszönöm, és akkor egy kis türelmet kérek, hogy nem az előző ok miatt, de gépet cserélünk. És akkor jönne a... Akkor... Hol még van?
Eljutottunk odáig, hogy most már minden iskolában, vagy legalább az itt ülők iskoláiban fittek lesznek a diákok, tehát képesek arra, hogy tanuljanak. Mert hogy azért, hogy is mondjam, tiszta fejjel, egészséges lélekkel, meg egészséges gondolkodással ez könnyebb, és akkor jöjjön a következő lépés az ívben, ez pedig a nyelvoktatásnak egy útja, egy új, vagy újabb, vagy még újabb útja. Úgyhogy kérném szépen Mihály Zoltánt, hogy tartsa meg az előadását. Ugyanaz lesz a menetrend, mint eddig, hogy idővel kérdezni is lehet majd. Zoltán, én ezt elindítom itt, ameddig tudom. Szép napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Mihály Zoltán vagyok, a Szeropán módszertani és tananyagfejlesztési vezetője, illetve az idegen nyelvű felkészítő modulnak a szakmai vezetője. És engedjék meg, hogy bemutassam mai ideiglenes segítőmet, Gubáni Csánki Ágnes, aki szakmai tanácsadóként működik közre a tevékenységeinkben, és szintén nagy híve ennek az alkalmazásnak. Őt arra szeretném kérni majd, hogy egyrészt ugye most az összeset adottam, de az ő kezében lehet látni ezt a bizonyos meghívót, amit szétosztogattunk így az elmúlt két nap során. Akinél itt van, az a felső zsárga kis sarokban legyen kedves fölírni a nevét, tépje le, és az LGS össze fogja majd gyűjteni, és a prezentáció végén ezt a Xiaomi okos órát fogjuk kisorsolni, csak hogy legyen nagyobb tétje az egész történésnek. Igen. Akinek esetleg nincs ilyen meghívója, az Áginál még maradt még pár példány, és lehet gyorsan küldeni SMS-eket a kollégáknak, hogy gyertek, mert lehet nyerni okos órát. Köszönöm szépen, és akkor én el is kezdeném. Ugye, mint most 14:55 van, tehát van 45 percem, hülye bölcsész vagyok, tehát 45 percünk van, akkor 40-ig tudok tartani. Igyekszem korábban befejezni. Ez azért fontos, mert ugyan módszertani és tananyagfejlesztési és szakmai vezető vagyok, de böcsületes foglalkozásom az magyar-angol szakos tanár eredetileg, és mint olyan imádom hallgatni a saját hangomat, és tudnék erről beszélni órákon keresztül. Úgyhogy igyekszem figyelni az órát, és olyan 30 körül befejezni, de szóljatok rám, hogyha belefeledkeznék magamba, hogy léci-léci. Ja, és bocs, elnézést. Azt gondolom, hogy itt ez egy ilyen oktatással kapcsolatos konferencia. Én azt gondolom, hogy túlnyomó többségünk valamilyen módon kapcsolódik a neveléshez, és így a kollégák vagyunk helyek közel. Ha lehetséges, én szeretnék tegeződni. Van-e ezzel ellen valakinek esetleg kifogása? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm, megtisztelve érzem magam. Szóval sziasztok, mindenki csak Mizónak hív, még a gyerekeim is. És a mostani prezentáció az egy ilyen csupa kép, meg nyilacska, gyakorlatilag nincs benne betű, vagy nagyon-nagyon kevés az elején, és ezt szándékoltam van így. Minden egyes prezentációm elején megszoktam kicsit kérdezni a közönséget, hogy ki, honnan, milyen területről jön. Most általában tanároknak szoktam előadni, viszont ez most nem tartott tőle, hogy ez nem mindig teljesen van. Úgyhogy először azt kérdezném meg, hogy kérem, tegye fel a kezét az, aki köznevelésben dolgozik. Jó, ki az, aki szakképzésben esetleg? Jó, hát akkor mindig van egy, aki más. Tanár, aki kifejezetten tanár, és kint dolgozik a tanárvégzettségű kiközületek. Jó. Oké, nyelvtanár. Oké, még jobb. Oké, angol per német tanár. Maradt három ember, négy. Jó, oké, van, aki csak félig látszik, vagy félös. Nem baj. Jó, oké, akkor ez alapján fogom majd mondani a mondókámat. És
ha bármi nem világos, vagy túl gyorsan mondom, túlságosan hadarok, vagy nem világos az, amit mondok, nyugodtan jelezzetek, szóljatok közben, és akkor igyekszem reagálni, de a végén is hagyok egy kis időt a kérdésekre. Az a tapasztalatom még mindig bevezetőként, hogy az, amit itt most a nyakatokba zúdítok, az borzasztó tömény lesz. Nagyon-nagyon sok az információ, és sokszor, főleg, hogyha nem nyelvtanár az illető, akkor nem is biztos, hogy átlátja ezt az egészet, de még nyelvtanárként is nehezen befogadható. Ági nem véletlenül küldi körbe ezt a bizonyos dokumentumot, ezt a jelentkezési lapot. Rendszeresen tartunk prezentációkat, bemutatókat online kollégáknak, munkaközösségeknek, ahol mutatjuk ezt az alkalmazást, hogyan érdemes használni, mit érdemes csinálni benne. Illetve ezt egy kicsit beharangozásképpen a jövőre előremutatóan mondanám, hogy november hónap végétől kezdve fizikailag is offline módon ki fogunk menni tankerületekhez, és az ottani nyelvszakos kollégáknak is fogjuk mutatni az alkalmazást. Ez egy jó nagy turné lesz, és jó sokáig fog tartani. Ha szeretnétek előbbre kerülni a sorban, akkor vegyetek fel velünk a kapcsolatot, nagyon szívesen jövünk és mutatjuk. Na, és akkor a bevezetés bevezetésének bevezetése után egy utolsó bevezetés. Az, amit erről én most beszélni fogok, én ezt azért adom elő, mert én ebben az egészben hiszek, különben nem csinálnám. Ezzel az alkalmazással nem az IFM-en keresztül találkoztam, hanem angol szakos tanárként és munkaközösségvezetőként. Mi ezt tudtuk tesztelni, ezt az alkalmazást, benne voltunk egy kísérletben is egyébként, amit dr. Tékes István vezetett, amiben több száz diákot próbáltak ki ebben a rendszerben, és olyan eredmények születtek mind a Tékesféle kutatásban, mind pedig saját tanári tapasztalataim alapján, amit én azt mondtam, hogy ez a rendszer, ez nagyon-nagyon jól működik. És azután került be a köznevelésbe, és ez nekem nagyon-nagyon jó hír volt, és azt mondom, hogy itt állok az, mert a körülmények szerencsés összetékának a következménye. Na, de akkor kezdjük el végre az első diával. Idegen nyelvi felkészítő modul. Ha valaki ezt meggooglizza, akkor fog mindenféle angol oldalakat találni. Tulajdonképpen az idegennyelvi felkészítő modul ez egy fogalom, nem egy létező valami a szó szoros értelmében, hanem egy angol és német nyelv fejlesztését célzó digitális applikáció, de valójában ez a Kréta elektronikus adminisztrációs rendszer és a Serapán nevű önálló self-study autonóm nyelvtanuló alkalmazásnak a házasságát, vagy a közös produktumát jelenti, amelyben mind a két rendszer működik, tehát mind a két rendszerben vannak elemei, de igazából IFM, mint olyan, ennek az egész konstellációnak a megnevezése csupán, tehát valójában itt Krétáról beszélünk, illetve főként elsősorban a Serapán nevű alkalmazásról. Amely alkalmazás egyébként egy többszörös díjnyertes magyar fejlesztésű debreceni központú alkalmazás. És ha valaki, akinek nem annyira jártas itt ezen a téren, akkor azt mondanám, hogy kicsit hasonló, mint a Duolingo, csak jobb. Hála jó Istennek. Na, és nézzük meg, hogy ki az, aki ehhez hozzáférhet ma Magyarországon. Először is minden olyan diák, aki Kréta azonosítóval rendelkezik, ő tudja önálló, autonóm nyelvtanulásra használni, illetve a tanár által kiosztott feladatokat tudja ebben elvégezni, ebben az alkalmazásban. Tudják használni értelemszerűen a nyelvtanárok egyrészt tanárként feladatkiosztásra, de megvan a joguk és lehetőségük arra, hogy ők is nyelvet tanuljanak. Hát jó esetben nem a saját nyelvüket, bár én azt is szoktam javasolni. Én egyébként azzal kezdtem, hogy én angolos vagyok, és én a diákokkal együtt mindig megcsináltam ugyanazt a penzumot, amit ők, és ezáltal láttam, hát ők mit tanulnak, és nyilván mértem fel a rendszert, de nem kell mindenkinek ilyen szahalomistának lenni, aki mondjuk németet akar tanulni, vagy a másik nyelvet szeretné tanulni, ezt minden további nélkül megteheti, hiszen csak rétes azonosítóra van szüksége. És ilyen logika mentén, ugye mivel van krétás azonosítója a biológia tanárnak, vagy a magyar tanárnak is, ezért értelemszerűen ők is tudják használni önálló nyelvtanulásra. Ami egy tök jó dolog szerintem. A technikáját hogyan lehet használva venni, nem egy nagyon-nagyon bonyolult dolog. Ugye ez egy olyan alkalmazás, amit ott hattam a telefonomat, amit mobilon, illetve számítógépen lehet használni.
És ez a mobil azért, ez egy kulcsfogalom a nyelvtanításban a diákjaink számára, mert minden, ami ebbe a kis kütyűbe belefér, az tök jó, és minden, ami tankönyv, az meg olyan tanulásszagú, és ez nagyon-nagyon fontos megértenünk, hogy ennek a lélektanát, hogy a diákjaink, a saját diákjaim is ezt játéknak tekintették egész végig folyamatosan, tehát nekik a xeropánozás az a játszunk tanár úr volt, és ez az, amikor mindenki nyer, ő játszik, én meg mosolyok, mert olyan eredményeket értek el, és olyan fejlődést tudtak produkálni, amit iskolai, sima, egyszerű iskolai körülmények között tankönyvvel nem tudtam volna elérni, ebben biztos vagyok. Jó, szóval van Android, iOS mobileszközökön és webes felületen elérhető, és mindig a bejelentkezés krétával opciót kell keresni, az átvisz bennünket a krétának az autentikációs jól ismert kis szürkéskék felületére, és ott azonosító jelszó és intézmény megadása után visszavisz bennünket az alkalmazásnak a felületére. És erre van egy kis ilyen képem is, lehet fényképezni, de nagyon szívesen elküldöm a prezentációt mindenkinek, úgyhogy akit érdekel. És még közzé is teszik, tehát gyakorlatilag ha kell, hanem mindenképpen el fog jutni mindenkihez. Szóval, ha most én most diák vagy tanár vagyok, aki szeretné használni ezt az alkalmazást, fölmegyek a megfelelő applikációs áruházba, akár Androidon, akár iOS-en, megkeresem a Xeropánt, letöltöm, ugye ezt az ikont kell keresni, megnyitom, és az autentikációs onboarding, tehát a bejelentkezési folyamatban ezt a bizonyos folytatás krétával gombot keresem, az átvisz erre a felületre, beírom, itt most én tanári azonosítót írtam, de nyilván diák a sajátját, írja be diákként, jelszót, intézményt kiválasztjuk, bejelentkezésre gomb, és szépen végigvisz az onboarding folyamatodon, és bekerülünk ebbe a bizonyos alkalmazásba, ami ugye a Xeropánnak a nyitó felület, amit itt látjuk. Jó, webesen a www.xeropan.com címet kell beírni, behozza az úgynevezett landing oldalt, tehát az ilyen bejelentkezési oldalt, ott fönt találjuk a bejelentkezés krétával opciót, és megint csak megadjuk a szokásos bejelentkezési adatokat, és bevisz bennünket a nyitólapra, ami így néz ki. Tehát nagyjából lehet majd látni, hogy nagyjából ugyanaz a webes felület és a mobileszközös, annyi, hogy más a tájolása, de tartalmilag, funkcionalitásában megegyeznek egymással, és mind a kettőn lehet használni. Tehát bejelentkezek egyik eszközömön, és bejelentkezek mondjuk a mobilomon és a számítógépemen, akkor a kettő összeszinkronizálja, és folyamatosan, ahogy belépek, mindig ott folytatja, ahol bármelyik eszközömön abba hagytam. Jó, nézzünk egy kicsit körül, ha már ide jöttünk a nyitó oldalra, hogy milyen nyelvet lehet tanulni. Ugye említettem az előbb a legelején, hogy a nyelvválasztóban kettő darab nyelvet tudunk kiválasztani, ez az angol, illetve a német nyelv. És nem csak azt tudom megadni, hogy mi legyen a célnyelvem, hanem a forrásnyelvemet is, tehát az, hogy milyen nyelven szeretném tanulni ezt az adott adott nyelvet. És például az angol esetében, ami teljesen kezdőtől a C1-es, tehát a felsőfokú nyelvvizsga szintjéig tartalmaz a leckéket, 17 nyelvből választhatok. Például választhatom akár a németet, vagy az angolt is. Ez utóbbit inkább olyan B2-es, tehát a középfokú nyelvvizsga szintjéről javasoljuk, hogy akkor minden az instrukciók angolul vannak, a magyarázatok angolul vannak, a kifejezésnek nem fordítása van, hanem definíciója, szinonimája. Tehát nyilván ez egy kétfenekűvé tesz egy kicsit a történetet. Tehát így lehet bejutni a rendszerbe, és így lehet nyelvet választani. Na most nézzük meg azt, hogy oké, tök jó, van egy ilyen alkalmazás, de ez mire jó a tanárnak, és ezt hogyan tudja igénybe venni. Először is ez a felület, gondolom, sokak számára ismerős, beírjuk a kis autentikációnkat, az azonosítónkat, és aztán jön a szokásos 4 csempe, vagy 5 csempe, kinek mennyi van, és a túlnyomó többségünk a világos kék csempére kattintva balra el, aztán megy adminisztrálni, azt nagyon szeretjük. Na, itt nem oda kell menni, hanem a mellette lévő, hát én meg nem mondom, milyen színű püspöklila csempére, erre a bizonyos digitális kollaborációs térre kell kattintani, és az viszel bennünket a DKT-ba, és ott azon belül, ott a felső menüsorban a feladatok per nyelvi feladatok opciót kell választani, és akkor jutunk el a Kánaán földjére, egy ilyen viszonylag puritán felületre, és
ott tudunk kiosztani új nyelvi feladatot. Mert hogy ezt a tananyagot angolból és németből, egy angol és német tanár megfelelő módon válogatva ki tudja osztani a diákjainak órai munkára, házi feladatként, plusz munkára, vagy azt is mondhatja, hogy kedves gyerek, töltsetek le az alkalmazást, lépjetek be, és akkor és hajrá, szórakozottak vele jól. Nagyon sokféle módon lehet alkalmazni és használni. Én igyekszek ezek közül minél többet elmondani, de ezeket leginkább a nyelvtanárok értik egyébként, hogy milyen apró kis nyanszok vannak, és ennek most nagyon kevés időm van, de nagyon szívesen, ha érdekli önöket, leülünk, megnézzük, és részleteiben elmagyarázom, hogy én például hogyan használtam, hogyan érdemes, mit látunk jónak, és mi szokott jól működni. Na szóval, új nyelvi feladat, elvisz bennünket a munkatereinkre, még mindig a DKT-n belül vagyunk, ott megjelenik az órarendünk, bár ennyi óránk lenne, ez egy tesztrendszer, úgyhogy nem kell nagyon nézni, hogy mennyi óránk van, kiválasztjuk a megfelelő tanórát, rákattintunk, és megjelenik a nyelvi feladat kiadása, vagy új nyelvi feladat kiadása menüpont. És hogy ne kelljen, itt lehet látni, hogy itt 600 valahány darab lecke csomagból lehet válogatni, ez szor 3-4-5, tehát ez rengeteg leckét jelent, ne kell egyenként végigörgetni az egészet, ezért a javaslom a szűrőnek a használatát, és erre rákattintva a jönnek a szűrési lehetőséget, tehát ki tudom választani azt, hogy milyen nyelvi szinten akarok feladat kiosztani, hány percet szállnak rá az időmből, vagy illetve a gyerekeknek az idejéből, milyen témában szeretnék feladat kiosztani, 24 témakör közül lehet választani, illetve hogy milyen nyelvtani tananyagot szeretnék velük megtanítani. Nem muszáj mindegyiket használni, igazából a saját céljaimnak megfelelően tudom ezt kiválogatni, és mondjuk a nyelvtani feladatnál csak elkezdeni beírni, és akkor ki fogja dobni, hogy elkezdeni egy present, és akkor kidobja nekem a present perfectet, a continuous, a simple-t, és akkor afelől azt szerint válaszom ki, amilyen igényem nekem van. És hogyha ez még nem lenne elég, akkor van még egy olyan opció is, hogy ugye a nemzeti alaptanterben meg vannak határozva a kerettanterek élő idegen nyelvre, angolból is, és németből is, és ennek a követelmény, tematikai követelményrendszerét egyrészt összeraktunk belőle egy ilyen fas struktúrát, és azokat összepárosítottuk a szerapának a leckéjével, tehát hogyha valaki szeretne egy mit tudom én, 9-10. Évfolyamon, mondjuk 9-es csoportjának bevinni egy feladatot adott témakörben, akkor szépen a nagyszűrőt használva kiválasztja azt, hogy 9-10. Évfolyam, ugye van első idegen nyelv, második idegen nyelv, kiválasztja megfelelő témakört, és az alábontását az altémakört, és így jut el mondjuk azt, hogy egy 9-es első idegenes csoportomban a hobbi témakörével szeretnék foglalkozni, ami a személyes élmények, vagy a személyes témakörök témáján belül található, és erre jön a megfelelő szűrési, ugye ezek a szűrési feltételek, és kidobja azt, hogy a hirtelen az 1300 leszke csomagból lett 30. Még mindig lehet bogarászni, és akkor lehet még tovább szűrögetni, tehát egyszer lehet játszani, és akkor azután, hogy végignézni, mondjuk egy 30-as listát, azért könnyebb végignézni, megnézzük, hogy mit tartalmaz, milyen témát, mennyi időtartam, milyen domináns nyelvtani eleme van, milyen a nyelvi szintje, bár ez be van mondjuk a napnál például pont rendezve, és bele tud tekinteni a leckékbe, hogy maga a leckecsomag az milyen leckékből áll, ezt majd el fogom mondani mindjárt részleteiben, illetve az, mit tartalmaz, van betekintési lehetőség, meg lehet nézni, hogy mit osztok ki, ne csak úgy kihányom a diáknak, mert hogy hadd örüljön. És hogyha tetszik az, amit láttam, ugye visszalépés után a kiadás gombra rákattintok. Ez itt egy kicsit tovább tart elmondani, mint megcsinálni, hogy az ember tudja, mit akar, akkor rászűr, megnézi a listát, ó, az pont jól, azt kiválasztja, nyomja a kiadás. Az igen. Hát idősödöm, ez van. Na, szóval rányom a kiadás gombra, és beviszi őt a kiosztási felületre, és akkor azt mondja, hogy oké, a feladat kiosztva. Na, jó messze ülnek, és én sem látom rendesen. A lényeg az, hogy amikor ez megtörténik, akkor a tanárnak a munkája egy időre véget ér, a diák erről kap egy értesítést, mind a kréten belül, mint az alkalmazásban, hogy neki feladata van. Itt annyi változás van a tanár szempontjából, hogy megjelenik a diákoknak, az adott csoportban jár a diákoknak a neve,
és egy olyan információ, hogy még nem nyitottam meg, na lehet, hogy nem, mert most osztottam ki. Közeleg a határidő, jó eséllyel a nem nyitotta megből megnyitotta lesz, és erre rákattintva erre a bizonyos névre, diákonként meg tudja nézni azt, hogy az adott a diák, az adott leckacsomag különböző leckét milyen eredménnyel oldotta meg. Tehát nem neki kell kijavítani, hanem azt a diák megcsinálja, a rendszer kiértékeli, beküldi az információt, és a tanár az alapján értékel, és döntési joga van. Ha akarja, akkor egyszerűen csak tudomásul veszi, ha akarja, akkor szöveges értékelést ad, és amit nagyon-nagyon szeretünk, vagy szeretnek a tanárok, ha akarja, akkor na, látja azt, hogy a négy feladat összességében egy olyan 80%-os eredmény, vagy 70%-os eredmény, ez egy pont egy négyesre jó lesz. Rákatint a négyes számjegyre, a rendszer szépen ezt abszolválja, és beírja a gyereknek a megfelelő napra a jegyet, a címet, kiküldi az értesítést a szülőnek, a diáknak, és kész, és mehetünk tovább. Én általában 20 fölötti jegyet szoktam kiosztani egy fél évben, van, aki nem bír hármat. Aki az utóbbi kategóriába esik, az ennek rettetesen fog örülni, mert mindent megcsinál helyette, és a gyerek játszott, meg van osztva jegy, kevesebb az adminisztráció, és fejlődni fog tőle, és jó eséllyel, hogyha már megnézte, hogy milyen ez, hú, hát ez nem is olyan rossz, próbálgatni fogja, higgyék el, ez a tapasztalatom, hogy nagyon rá lehet kattanni. Jó, de hogy mire lehet rákattanni? Nézzük meg ezt. IFM diákfelületnek nevezzük, ez a hivatalos megnevezése, valójában a Szeropánról van szó, de itt is a DKT-ből indulunk el, ez nem a jellemző útvonal lesz, de a rendkedvéért ezt is meg szeretném mutatni. Tehát ugye van nem csak tanári DKT, de van tanuló is, tehát a tanuló is be tud lépni a krétába, a krétából a DKT-ba, és ott ki tudja választani, ugye egyrészt jelzi neki rendszerre van egy új nyelvű feladata, vagy a listából ki tudja választani a legördülő menüből, hogy a nyelvű feladatok, ott bemegy, és akkor itt rákattint a nyelvtanulás gombra, és ott elindul a kis algoritmus, és mindjárt azt fogja megkérdezni, hogy nem akarod inkább folytatni az applikációval, dehogy nem, és akkor onnan megy tovább. Ez a előfordulhat akkor, amikor a tanár először oszt ki nyelvű feladatot, de a saját tapasztalatom az az, hogy jellemzően ez úgy szokott történni, ahogy az előbb mutattam, hogy kedves gyerek, menjetek be a Play áruházba, és akkor keressetek meg a szerapánt, töltsetek le, léptek be a szerapánnal, és majd jön a feladat arról, hogy úgy is kaptok majd egy értesítést. Úgyhogy így is be lehet lépni, de mondom, jellemzőbb az applikációs letöltési csomagok. Na, szóval miután autentikált, így ezt a felületet már láttuk, a rendszer ebbe a csoportjaim nevű blogba irányítja őt, ugye kiosztottam neki egy feladat, azt ne felejtsük el, és ott van egy kis piros pötty, hogy jelzi neki, hogy új feladata van, erre rákattint, és beviszi ebbe a csoportjaim menübe az adott csoportnál, ugye itt nem lehet látni rendesen a képernyőképen, de hogyha angol-németes, akkor két csoportja is lesz, ha még jár egy szakkör, akkor lehet még harmadik is, és itt az aktív nyitott feladatait meg tudja nézni, de vannak lezárt feladatok, illetve jobb oldalt lehet látni, van üzenetek blokk is, tehát ott a nyilacska mellett, lehet kommunikálni kvázi messenger-szerűen a tanárral, illetve egymás között is. Na, és akkor nézzük meg, hogy akkor megkapta a feladatát, és akkor elkezdi a lecke csomagnak a feladatait megoldani, felülről lefelé haladva, és kezdi az első leckével, amit szókincs leckének nevezünk, No Man is No Man, arról szól, hogy kifejezéseket tanulunk, olyan kifejezéseket egyébként, amely a leckacsomag központi elemében a videós leckében majd előfordul, megtanítja az adott kulcsszavakat, begyakoroltatja őket, hogy mielőtt egy szövegben találkoznának vele. Ennek a szókártyának, ezen a kifejezéseknek van több nagyon fontos tulajdonsága. Egyrészt ugye van egy kifejezés maga, amit tanítunk. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy itt ez a Play Against Someone kifejezés található. Ez nem szavakat tanít, hanem kifejezéseket. Van amelyik egy szó, de van amelyik 5-6 szóból álló kifejezés, ami ugye, ha valaki tanult angolt, vagy ismeri az angol nyelvet, akkor tudja, ez borrasztó fontos, hogy mi miután következik, és hogyha megtanul egy struktúrát, abban tudja cserélgetni a kifejezéseket, és struktúrát, rendszert, működési logikát is tanítunk vele, nem csak egy-egy szót.
Ennek van egy magyar fordítása, ugye egy példamondat, és annak is egy magyar fordítása, ha magyarul, ha francia, akkor a francia fordítása. És van egy kép, ami segíti a fogalom és a képzet közötti társítást, és ez borzasztó fontos. Egyrészt meg könnyíti a fogalomnak a rögzítését, másrészt, mert vannak rá kifejezetten lecke típusok, vagy teszt típusok, és ezt érdemes észben tartani, meg tudjuk oldani megfelelő módon. És mindent kimond. Tehát a kifejezés is, a példamondatot is kérésre, a gombnyomására visszajátsza, tehát halljuk folyamatosan az impulzust. És egy ilyen szókincs lesz kiben, van olyan 6-8 kifejezés, és miután megismerkedtünk mindegyikkel, jönnek a feladatok, a lecketesztek, amelyek a kifejezésre próbálják begyakoroltatni, rákérdezni. Tehát van, itt most inkább angol kifejezéseket fogok mondani, tehát ilyen például drag and drops, tehát ilyen be kell tappolni a kifejezéset, megfelelő párt megkeresni, akkor csempéket kell összepárosítani, fordítást az eredetivel, képet a kifejezéssel, tehát többféle variációban. És hogyha helyes megoldások végén, meg a minden megoldás végén ott van a fordítása mindegyiknek, tehát folyamatosan kapja a visszajelzést, igaz-hamis feladatok, multiple choice, tehát több opció közül kell kiválasztani fordítást ilyen irányban. Menet közben folyamatosan motivál a rendszer. Ha sok jót csinálunk, akkor de jó, de ügyes vagy, ha pedig elrontottunk valamit, akkor nem baj, ma lesz ez még jobb is. Vannak produktív tesztek is, tehát mondjuk ki kell egészíteni egy kifejezésnek a szavai, és ami ugye nagyon fontos, ez az egész applikáció, ez gamifikációs alapú, pontot lehet benne gyűjteni, csillagot lehet benne gyűjteni, szintet lehet benne lépni, kerettörténet van, tehát hogy minden, amitől addiktívvá tehető egy játék, mert ez valahol nekik egy játék, az benne van ebben az alkalmazásban. Jó. Megismerkedtük a kifejezésekkel, megyünk tovább, megtanuljuk, hogy hogyan kell kiejteni. Ugye már hallottuk, de az jó kimondani is, és erre van feladat típusunk. Tehát azokból a kifejezéstárból, a szókincstárból előfordult, kiválasztunk 2x3-at. Egyébként a rendszer automatikusan úgy választja ki, hogy azt a 3+3-at, amelyik a legkevésbé volt sikeres az előző feladatban, és ezeket kell kimondani, kiejteni. Tehát itt az aside from kifejezés van, és akkor bele kell szépen mondani, mint akit kerestél, talán ez még valamennyit emlékszünk rá, tehát aside from, és akkor hogy helyes volt, akkor elfogadja, ha nem, akkor újra lehet próbálkozni, vagy ha nagyon nem megy, akkor tovább lépni, de általában ez sikerülni szokott, és az előbb látott feladat teszttípusokkal tovább gyakoroltatja a rendszer ezt a működést. És akkor eljöttünk a következő feladatig, ami ez a bizonyos hang és videós lecke, ez túlnyomó többségében videós lecke 80-85%-ban az alkalmazásban, és ezek mindig valamilyen életszerű szituációt feldolgozó, az adott nyelvi szinten feldolgozó videók, és, vagy rövid hanganyagok, olyan fél-másfél perc között mozognak általában, nyelvi szintől függően, és mindig egy konkrét témához kapcsolódóan konkrét szituációt dolgoznak föl, és azokat a kifejezéseket, amelyeket itt aláhúzva lehet látni a szövegben, tehát lehet látni, hogy gyakorlatilag a kifejezések kétharmada a szókincsleszkéből már ismerős kell legyen valamilyen szinten a felhasználónak. Ugye van egy kis videó, ezt le lehet játszani, és érdemes is lejátszani, lehet csak hanggal is, hogyha valaki spórolni akar a nettel, vagy csak listeningre akar használni. Ott van az átirata, a szöveges átirata, és van egy fordítás is egyébként, csak az nem fér ki a képre. És akkor, miután megtekintettük a videót, elolvastuk a szöveget, akkor jönnek a feladatok. És ezek a feladatok, ezek a lecketesztek, ezek a feladat, a szöveggel kapcsolatosak, arra, hogy mennyire emlékszik a diák, az abban előforduló kifejezésekre kérdez rá különféle tesztípusokkal. Ez egy nagy kedvencem egyébként, ez a következő. Ez a szavakat kell a megfelelő sorrendben kattintgatni egy mondatban. Ugye megint csak az angolban kötött a szórend. Borzasztó fontos tudni azt, hogy mi hol helyezkedik a mondatban, mert ha azt tudjuk, akkor gyakorlatilag legózunk a kifejezésekkel, és ez rettenetesen fontos. Mindenki hibázik, aki feladatot végez, és ezzel abszolút semmi baj nincsen. Amitől jó ez a rendszer, ettől is jó ez a rendszer, hogy amikor valamit elrontunk, akkor van egy kis ilyen nyelvtani segítség, vagy nyelvi segítség,
és ha erre rákattintunk, akkor elmagyarázza azt, hogy mi az, amit elrontott el, mit kellett volna csinálni, ilyen kis ikonokkal, illetve kis színezésekkel ki van emelve, és ettől nincs olyan frusztrálódni, amikor nem tudod, mit rontottál el. Ebben tud segíteni, akkor látod, hogy ó, oké, megvan, akkor most már, és akkor most már értem, és akkor visszatok menni a feladathoz. Egyébként be lehet állítani, hogy ezekben a leckékben, hogy újra csináltassa veled azokat, amiket elrontottál. És addig-addig csinálod, ameddig jó nem lesz, és nem érted meg, vagy nem tudod megcsinálni rendesen. Jó, most itt pár lecketípus, illetve lecketeszt típus van, képeket lehet felismerni, nagyon-nagyon, 17 féle lecketeszt típusunk van, tehát lehet válogatni, mint Tóth a vadkörtében, de összességében a végeredmény remélhetőleg mindig az, hogy végigérünk a leckének, és akkor kapunk érte pontot, csillagot, és bizonyos számú pontok esetén, mint a képen is lehet látni, szinteket lépünk. Tehát mint a Jedi lovag, úgy szépen haladunk előre a Lenini úton, és el lehet jutni akár a 30-as, 40-es szintekre, és az egy egész jó szintet jelent, és nyilván ebben lehet versenyezni is. Jó. Talán van közöttetek olyan, aki hiányolta, hogy hát miért nem foglalkozunk a nyelvtannal, mert ugye a nyelvtan mindennek az alapja. Igen, jogos, viszont ennek a rendszernek egy picit más a logikája, mégpedig az, hogy először megtanítja a felhasználót arra, hogy hogyan kell használni egy nyelvi jelenséget, egy nyelvi problémát, és akkor már tudja, hogy mit kell csinálni, utána mondjuk el, hogy miért van ez úgy, ha esetleg érdekli. De azt sem úgy mondjuk el egyébként, hogy a nagyon bonyolult, hosszú és mindenféle szakszavakkal teletűzzel magyarázatokat kap, hanem egy viszonylag rövid, nagyon sok példával, konkrét szituációra, konkrét környezetre, konkrét nyelvi problémára vonatkozó, hűha, látom 24 van, nyelvi környezetre vonatkozó instrukciókat ad, és aztán pedig veszettük, gyakoroltatja mindenféle teszttípusokkal. Itt most ezeket tényleg csak végig nyomogatom, próbáljátok ki, érdemes, és nyüstöli azt az adott szituációt. Tehát, ami ott abban a rövidke szövegben egyszer előfordult, azt elmagyaráz, aztán kasz még mellé még jó 8-10 feladatot, és akkor mire abból kijössz, valószínűleg lesz lövésed arra, hogy mit is csinált, és miért is kell azt csinálni. És ha ez még nem lenne elég, van egy olyan lecke típusunk, amely beszélgetés gyakorlásnak nevezünk, amelyik a produktív készséget azért erősen megmozgatja. Ugye íráskészséget borzasztóan nehéz egy ilyen alkalmazásban gyakoroltatni, viszont beszédet tudunk. Ez azt csinálja, hogy az adott témákban vannak karakterek, például Ali a taxisofőr, aki itt szerepel, akkor lehet ruhát vásárolni, mehetsz orvoshoz, HRS-hez egy magasabb nyelvi szinten, akikkel különféle problémákat kell megoldanod, minden egyes szituációban három objektív, tehát ilyen célt kell elérni, és ez a karakter, ez kérdezték hanggal és szövegben is, tehát lehet látni, hogy ott van a három objektív, ott van a kérdése, ugye az a taxisofőrnek mi az első kérdés, hová megy, és az lenne a helyes válasz, hogy egy könyvesboltba akarok eljutni, és ilyen interaktálni kell ezzel a bizonyos chatbottal, ez egy robot, de mesterséges intelligencia van mögötte, és föl van készítve arra, hogy gyakorlatilag bármilyen válaszra tud reagálni. Ha nagyon eltévejednél, akkor visszatér a helyes útra, ha úgy mutatkozol be, hogy Tom Hanks vagyok, akkor kiröhög, és azt mondja, azt a főnököm szállítja, és reagál az arra, amit mondasz, és ezt ténylegesen ki lehet próbálni írni, hogy I'm Tom Hanks, amikor megkérdezi, hogy hívják, és azt fogja mondani, mondjuk Ali, hogy az mond a főnököm. Ezzel a típussal zárul a kör, és ugye direkt egy olyan leckét választottam a tanár által a kiosztandónak, amelyben ezek az összes lecketípus előfordulhat, hogy lássátok, hogy körülbelül mi az a kör, amit körbe tud járni egy diák ebben az alkalmazásban, egy leckecsoportban, vagy leckecsomagban. És most nézzük meg az applikációnak a kezdő oldalát. Ugye itt van a bizonyos nyelvválasztó, angolt és németet lehet tanulni sokféle nyelve. A szinteknél be tudod állítani te magad is, hogy melyik szinten és melyik nyelvi szinten szeretnél tanulni. Ha nem tudod magad meghatározni, akkor egy szintfelmérőt itt el tudsz érni, és akkor megcsinálod, és bedob arra a szintre, ahol a rendszer szerint te éppen tartasz. És most éppen egy kezdőn vagyunk, és
van streak, tehát a figyeli azt, hogy a rendszer az, hogy hány nap, egymás követő nap használt az alkalmazást, hogyha erről elfeledkeznél, akkor értesít, vagy jelez neked, és jelzi azt is, hogy hány csillagot gyűjtöttél, mennyi kell a következő szintre lépéshez. Tehát ilyen nagyon-nagyon sok hasznos információ, és még mindig van. Itt vannak a csoportjaink, és a egyes szintek mindig 5 témát dolgoznak fel, kivéve a legelső szinten, mert az ilyen teljesen kezdők számára való, és ezeket a témákat járják közül ezekben a bizonyos lecke csoportokban. És ebből láttunk az egyet, hogy végigmentünk a szókincstől egészen a beszélgetés gyakorlásig, és még fölhívnám arra a figyelmet, hogy minden negyedik lecke csoport után van egy ellenőrző pont, az előző 4 leckének a lecke tesztjeiből válogat algoritmizáltan, és ezzel tudjuk felmérni, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. A egy tematikában 10-14 lecke csoport van, de szóval mire végére egy tematikának azért eltedik egy kis idő a felhasználó. Jó, van egy készségmenüpontunk is, ott tudunk kifejezéseket, az általunk eddig megismert, megtanult kifejezéseket gyakorolni, tematizáltan is össze vannak gyűjtve, tudunk kedvenc szavakat kijelölni, és van, hát itt 9200 kifejezést ír az angolhoz, ez jóval több szó, technika, tehát bőven-bőven sok. Külön kigyűjti a beszélgetés gyakorlás leckéket, hát ha valaki csak a beszédkészséget szeretné fejleszteni, akkor tud szépen végigmenni a karaktereken, a nyelvi szinteken. Ugyanez a nyelvtan fetisisztáknak megvan az A1-től a C1-ig az összes nyelvtananyag szépen sorrendben rendezve. És ha még ez sem lenne elég, akkor van benne 700 darab heti lecke, amik ilyen kis komplex szókincs leszke és egy videós leszke összenyomva lecketesztekkel, aktuális témákban. Nekem az egyik revelációm volt az, amikor a 2021 késő nyarán, augusztus végén egy heti leckét, megjelent, hogy van egy új heti lecke, és a Christian Eriksennek a felgyógyulásáról szólt, aki 2 hónappal azelőtt az EB-n csuklott össze egy mérkőzésen. Ez egy tök jó dolog volt, és mindjárt nyilván vittem a gyerekeknek, hogy na, akkor ezt kiadom a sportosztályot ráadásul, de ez úgy örültek neki, hogy haj, fantasztikus, mert hogy tényleg abszolút napra kész. Nincs az a nyelvkönyv, amelyik ezt tudja. Jó, profilom, mindent is logol a rendszer. Ezt meg tudja nézni a diák, meg tudja nézni a tanár, és osztogat oklevelet, mindent lehet nézni. És ebbe a blogba meg bele se kezdek, ezt nagyon-nagyon gyorsan csak végigpörgetem, hogy lássátok, mert hogy van még egy felület, tehát ez kicsit olyan, ez mint a matrióska, hogy mindent találunk benne, mert hogy van a Szeropának egy saját tanári felülete, azt innen lehet elérni, ezt majd meg lehet nézni majd a PPT-ben, de mondom, nagyon szívesen el is mondom. Gyakorlatilag ugyanazokat az információkat logolja a csoportokról, lehet létrehozni szakköri csoportot, és van benne heti verseny, tehát úgy látjuk, a diák egymással tudnak versenyezni, hogy ki szerez több pontot, nálunk a diáknak ez volt az egyik kedvence, mindig ebben vetélkedtek egymással, illetve méri a csoport és egyéni szinten a legjobb készségeket, és ami még fontosabb, az, hogy milyen típusú lecketesztekben hibáznak bele a legtöbbet, milyen nyelvtani problémákkal tudnak legkevésbé megbirkózni, és erre ki tudunk osztani nekik feladatot. Tehát összeszedi a rendszerből az ehhez a nyelvtani problémához tartozó feladatok közül 15-öt, és ezt egy gondnyomásra kiosztom, megcsinálják, és aztán remélhetőleg fejlődnek tőle valamit, és lehet csinálni csoportszinten is, egyéni szinten is, kiválasztva hány diákot, tehát mondhatnám napestig. Nagyon-nagyon gyorsan... Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Rendben. Jó, oké, rendben, akkor nagyon-nagyon gyorsan még egyetlen egy szlájdot, egy egyéni statisztikáknál ugyanezt meg tudom csinálni, és ezeket a statisztikákat, mindent is meg lehet nézni, aki szereti a számokat, az ebben jó jár, és ezeket az eredményeket meg lehet nézni a diagramos segítségével is, illetve ki lehet exportálni PDF-be, oda lehet rakni az igazgatónak, a szülőnek, diáknak, hogy ezt csináltad, ezt produkáltad. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani.
Én köszönöm az előadást, meg azt, hogy megismerhettünk egy olyan digitális eszközt, amelyik láthatóan akkor is segít, hogyha mi nem akarjuk, meg akkor is, hogyha akarjuk. Érdekes dolog, hogy azért az iskolák egy részében, aztán mindjárt megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, az iskolák egy részében, hogyha ezeket az eszközöket, amivel ezt ugye művelni lehet, inkább összegyűjtik, mint használják, akkor ott még mit kell lépni ahhoz, hogy észrevegyék, hogy lehetne jól használni is. Egy példát láttunk a nyelvoktatásra, mert ez jól kidolgozott, jól működik, be van építve, gomnyomásra lehet osztályzatot küldeni a tanulónak, de nyilván, hogyha egy idő után már sokkal jobban, sokkal több pedagógus ráérez arra, hogy ezek az eszközök jól használtak, akkor ez vihető tovább. Mondom, ez egy példa volt, nagyon köszönöm az előadást. Van-e kérdés esetleg most egy percben egy kérdést, már a válaszsal együtt? Hála Istennek nincs, köszönöm, bocsánat. Szóval örülök, hogy minden világos volt és egyértelmű. Zoltánnak az előadást köszönöm. Nyilván a standjukon további kérdéseket lehet neki föltenni, és ott nincs időkorlát, meg én sem vagyok ott, hogy akadályozzam a munkát. Köszönöm szépen. Most szünet van. A szünetet minden szekció elvileg ilyenkor tartja, és akkor egy fél óra múlva folytatjuk.